Ukrajnában óránként meghal egy TBC-s beteg, négy ember pedig megfertőződik. Az egészségügyi világszervezet adatai szerint a gümőkorban szenvedők számát tekintve Ukrajna a világranglista harmadik helyén áll. Ukrajnában több mint 600 ezer beteget tartanak nyilván. Kárpátalján jelenleg 2700 TBC-s kezelteti magát, és több ezeren fertőzöttek. A legaggasztóbb a helyzet a beregszászi járásban. Az ukrán törvények alapján viszont senkit sem lehet kötelezni arra, hogy gyógyítassa magát. Alultápláltság, szegénység, megfázás, dohányzás. Ezek a TBC kialakulásának első számú rizikófaktorai. Aki valamilyen módon megkapja a kort, és idejében orvoshoz fordul, jó esélye van a gyógyulásra. Józsefet 4 hónapja Ungváron a megyei tüdőgondozóban kezelik. Ő még idejében kérte a segítséget, így környezetére nem jelentett veszélyt. A család ott kimozgáláson, úgy a gyerekek, az asszony is, már mindenki, úgyhogy ők nem fertőzöttek ebben a betegségben szempontból. Ők tiszták. És már én is, hál' Istennek, kigyógyultam, már úgy lehet mondani, mert ki legyen úgy fenn ezt a betegséget. Csak idejébe kell eljönni, nem kell anyagolni. Ha elanyagolják, akkor csak begyógyítani tudják, kíván nem. Azoknál ugyanis, akik idejében nem gyógyítatják magukat, a gümőkor halálos kimenetelű lehet. Ukrajnában több mint 600 ezer beteget tartanak nyilván. Kárpátalján jelenleg 2700 TBC-s kezelteti magát, és több ezeren vannak, akik fertőzöttek. A legaggasztóbb a helyzet a beregszászi járásban, ahol 1486 gümőkorban szenvedő beteget tartanak nyilván. Itt a TBC leginkább a roma lakosságot tizedeli. A megyében a TBC-sek 15%-a roma. Ez nagy probléma, hiszen az ő esetükben az életfeltételeik megváltoztatására lenne szükség ahhoz, hogy megfékezzük a kór terjedését. Tavaly minden községbe külön ellátogattak orvosaink, hogy felhívják a romák figyelmét a szűrővizsgálat elvégzésére. Az egészségügyi főosztály munkatársai évek óta nagy hangsúlyt fektetnek a betegség megelőzésére. 2006 óta létezik állami és megyei program a TBC visszaszorítására. Ez részben abból áll, hogy minden gyermek térítésmentesen megkapja a betegség elleni védőoltást. A felnőttek körében viszont már bonyolultabb a helyzet, mivel őket nem lehet kötelezni arra, hogy kivizsgáltassák magukat. A programba tartozik az is, hogy szakembereink évente egyszer a falvakba kiviszik a mobil röntgen berendezéseket. Volt, hogy orvosaink egész nap hiába várták az embereket, senki sem jött. Ez elsősorban a községek vezetőinek a hibája. Szerintem a polgármesterek, a helyi orvosok és főleg a romák vezetői tudnának kellő hatást gyakorolni a lakosságra, hogy minél többen jelentkezzenek a szűrővizsgálatokra. A megelőzésen túl a másik fontos dolog, hogy aki már megkapta a gümőkort, kérjen orvosi ellátást. Sokan ugyanis tudatosan kerülik a kórházat, mivel a kezelés hónapokig is eltarthat. A TBC-nek ráadásul néhány éve kialakult egy újabb, még fertőzőbb multirezisztens formája. Míg a gümőkor szokványos kezelése úgy 40 ezer forintnak megfelelő hrivnyába kerül az államnak, úgy a multirezisztens TBC-s gyógyítása akár 6,5 millió forintot is igényelhet. A krónikus, multirezisztens betegek egy része nem akarja magát kezeltetni. Arra, hogy tudjuk normálisan kezelni ezeket a betegeket, ilyen zárt osztályokra lenne szükségünk, ahonnan a beteg nem tud szabadon kimenni a városba, üzletekbe és fertőzni más embereket. Erről már nagyon régen gondolkozunk, és nagyon jó lenne, ha ilyen osztályok nyílnának nálunk is. Az ukrán törvények alapján viszont senkit sem lehet kötelezni arra, hogy gyógyítassa magát, és arra sem, hogy a gyógyulás ideje alatt a világtól elzártan éljen. Pedig az a TBC-s beteg, aki nem kéri szakorvos segítségét és szabadon jár kell, évente 20 embert képes megfertőzni. Ezért a megbetegedések számának visszaszorítása érdekében az orvosok azt ajánlják, hogy a fertőző TBC-seket a jövőben a környezetüktől elzártan kezeljék.